Ez a 90.9 Jazzin, a vonalban Kárpáti György, kritikus, a Fipreszki Nemzetközi Filmkritikusi Szövetség főtitkár helyettese. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek. Gyuri, mit jelent a Fipreszki? Egyáltalán a Nemzetközi Filmkritikusi Szövetség főtitkár helyettesének lenni, mit jelent, milyen rangot, milyen pozíciót? Hát elég nagyot, és ezt nem azért mondom, mert ezt a pozíciót tudnak én töltöm be. Tudnélik, ez a szervezet tavaly volt 90 éves. Eredetileg a francia és belga filmkritikusok alapították, amiből kinőtte magát egy olyan nemzetközi szervezetté, ami jelenleg több mint 50 országot tömörít, és gyakorlatilag a filmkritikusok egyetlen igazán összefoglaló nemzetközi szervezete. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van néhány ezer kritikus mondjuk Ausztráliától, Japánon keresztül, Brazíliáig és az Egyesült Államokig bezárólag, és természetesen az összes fontos európai országot is beleértve, akik egy szervezetbe tömörülnek, és azon túl, hogy van egy éves közgyűlés, ahol megvitatjuk leginkább mostanában azt, hogy hova tart a filmkritika, mi a jelene, mi a jövője, milyen perspektívái vannak, azon túl oktatást is szervezünk, tehát elsősorban fiatalok számára a világ fontos filmfesztiváljain filmkritikusi továbbképzéseket, idén első alkalommal egyébként ezt a Miskolci Színefeszten is csinálni fogjuk, illetve több mint 70 országban vannak úgynevezett Fipreszki zsűrik, vagyis filmkritikusi zsűrik, amit úgy kell elképzelni, hogy különféle filmkritikusok az adott filmfesztiválon elbírálják a versenyfilmeket, és kiadják a független, tehát objektív szakmai, esztetikai szempontok szerinti Fipreszki díjat. Azt azért megnézném, amikor filmkritikusok egymásnak feszülnek a saját véleményükkel. Ez nem is tudod, hogy mennyire nehéz. Tehát képzeljünk egy olyan szituációt, hogy mondjuk egzotikusat mondjak, amikor Dél-Koreában, Pusanban voltam a filmfesztiválon, ott zsűrielnök voltam, és akkor rajtam kívül volt tájvani, Egyesült Államokbeli, ugye helyi koreai zsűritak, olasz, és akkor a legkülönfélebb kultúrák feszülnek egymásnak, és gyönyörű-gyönyörű szakmai beszélgetések következnek belőle, és én megmondom őszintén, hogy azért is szoktam nagy örömmel, meg büszkeséggel a Fipreszkiről beszélni, mert az a Magyarországon talán ma már egyre furcsában hangzó kijelentés jellemzi leginkább, hogy egyetlen szempont van a Fipreszkiről, ez pedig a szakmai. Tehát mindenki szakmai alapon méretik meg, és mindenki szakmai alapon vesz ebben a szervezetben részt, vagy nem vesz benne részt, és az az igazság, hogy ezeket a hagyományokat ápolni, gondozni kell, ráadásul hiszünk abban, hogy a filmkritika, a minőségi filmkritika, annak van relevanciája ma Magyarországon is, meg a világ bármely pontján, illetve hogy van jövője, hát ezért is dolgozunk sok minden más mellett a Fipreszkiben. A minőségi filmkritikának vannak szabályai, vagy pedig sokkal inkább a személyiség egyéni véleménye érvényesül? Nagyon nehezet kérdeztél. Az az igazság, hogy többször is belebonyolódtam ma, akár jelentős napilapoknál, vagy más jelentős formáknál főszerkesztőkkel azzal kapcsolatban, hogy van-e még szabálya a filmkritikának. Azt kell mondanom, hogy alapvetően van, de ezt egyre kevésbé veszik figyelembe, sőt, nagyon gyakran igyekeznek teljes mértékig elutasítani. Tudnélik, hogy valahol, ha belegondolnak, egy teljesen logikus folyamat a filmkritika. Valamit ajánlok, elmondom, hogy miről szól, aztán elkezdem magyarázni, hogy abban mi van, majd a végén értékítéletet alkotok. Ugye egyik sem hiányozhat a másik nélkül. Tehát ha nem mondom el, hogy miről szól mondjuk a legújabb Jason Bourne film, akkor nem tudják, hogy mi a vizsgálat tárgya. Ha nem kezdem el magyarázni, hogy mi van benne, akkor nem tudják, hogy egyáltalán miről beszélek, és hogyha az értékítélet kimarad, akkor meg azt mondják, hogy jó, rendben, de ha nincsen véleménye, akkor miért beszél erről a filmről. De most különösképpen az online kritikának köszönhetően ez nagyon felhigult, egyik másik rész hiányzik, vagy egy nagyon-nagyon szubjektív hangzás vélemény, akár nagyon sarkos fogalmazásmódtól sem mentesen valósul meg. Az az igazság, hogy ezek is ugyanúgy kritikák, tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy hol, mettől, meddig tart ma a filmkritika. Én azt gondolom, hogy a szakma maga nagyon felhígult, a filmkritika írás is borzasztó, sok pongyolasággal és egyebekkel jár. Ugye ez részben abból is fakad, hogy ugye a nyelvünket sem óvjuk, ápoljuk kellőképpen, de hát ugye ezek azok a kívások, őszintén szóval nem árulok el, gondolom, nagy meglepetést, ami egyáltalán nem csak magyar sajátosság. A világ bármely pontján ugyanez van, tehát most például azt mondom, hogy Nagy-Britanniában, ami egy nagy hagyományokkal rendelkező ország, kultúrálisan minden szempontból, gyakorlatilag épp most szűnik meg a filmkritika abban az értelemben, hogy az összes főállású filmkritikus szélnek eresztik még az olyan nagy lapoknál is, mint a Guardian, mert azt gondolják, hogy ez egy új hívság,
erre nem érdemes pénzt áldozni, ezt meg lehet ingyen is úszni, vagy egyáltalán nincsen rá szükség, vagy jöjjenek a fiatalok, akik gyakorlatilag csak becsvágyból fognak írni. Gyuri, te tudod-e más szemmel nézni a filmet, amikor kritikát készülsz írni belőle? Tehát el tudod te még engedni magad? Tehát van egy nézői szemed és egy kritikusi szemed? Vagy ez az örök kérdés természetesen. Ugye én tanítok is az egyetemen filmet, hallgat, hogy mindig ezt kérdezik, hogy de tanár úr azért megnézi az új Vasembert, vagy már nem néz más, csak Ingmar Bergman filmeket. De ez nem így működik. Tehát, hogy én ugyanazzal a gyermeki lelkesedéssel vagyok képes bármit nézni, sőt el kell mondanom, hogy a kommerszfilm számomra az legalább ugyanakkor a gyönyör tud okozni, mint egy nagyon elvont szerzői film. Sőt, hát gondoljanak bele a kedves hallgatók, hogyha most azt mondanám, hogy hát esténként, amikor fáradt vagyok, már csak egy jó Eisensteinre vágyok, akkor ez azért egy meglehetősen fals állítás lenne. Szokták hallgatóim azt is kérdezni, diákok, hogy mi a kedvenc filmje a tanárunknak, és akkor várnak ilyen válaszokat, hogy Aranyláz, vagy Aranypolgár, vagy egyébként, és akkor nem egyszerűséggel azt szoktam mondani, hogy hát a Vissza a jövőbe, egész egyszerűen azért, mert az, hogy mi szakmailag, vagy így filmtörténetileg a megkerülhetetlen csoda, az nem szükségszerűen esik egybe egy kritikus szubjektív véleményével, ízlésével, élményanyagával, és ebben egyáltalán nem szégyen azt mondani, hogy bizonyos kommerszfilmnek a szívhez közel állók. Ilyen szempontból én mindenevő vagyok, ugyanazzal a lelkesedéssel vagyok képes nézni bármilyen folytatást, vagy a 89. Pixar animációs filmet, amitől esetleg már semmi őt nem várunk. Persze nagyon bosszankodom akkor, amikor csalódást okoznak ezek a filmek, és azt kell mondanom, hogy az idei év az eléggé, hát hogy harmatos finoman fogalmazva hollywoodi szempontból, de amikor egy-egy sikeres történet van, akkor én azt gond nélkül magasztalom az egekbe, tehát nem szégyen azt mondani egy tömegfilmről sem, hogy egy ez fantasztikus. Természetesen nem arról van szó, hogy minden nap mindenki az új keresztapát akarja elkészíteni, de ez így van ennyi. Gyuri, még egy rövid kérdés. Dióhéjban lehet-e tanácsot adni a hallgatóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan nézzenek filmet, vagy milyen a jó film ismérve? Az az igazság, hogy ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, mert azt látni kell, hogy elönt minket ugye a tömegfilm. Soha ennyi mozgóképet nem néztünk, nem mozimban, vagy nem televízión keresztül szükségszerűen, hát hiszen mindenki megnyitja az internetet, okostelefonokat, és hadd ne soroljam, nálamnál talán a fiatalok jobban is tudják, hogy milyen felületeken lehet még mozgóképes tartalmat elérni. Én azt gondolom, hogy a mi fő feladatunk, és ez a mai néző feladata is az, hogy valamilyen módon ízléssel próbáljunk közelíteni hozzá. Tehát amennyiben tudunk reálisan különbséget tenni jó és rossz film között, egyszerű ízlésbeli szempontok alapján, tehát hogy miért vacak egy utolsó Z-kategóriás akciófilm, és miért kiváló mondjuk egy nagyon jól megcsinált képregényfilm adaptáció. Tehát hogyha itt vannak bizonyos olyan objektív, reális nézőpontok, ami nem azt jelenti, hogy úristen, minden film szuper, amiben Angelina Jolie szerepel, hanem azt mondjuk, hogy igen, hát ebben az akciójelenet nagyon vacak volt, vagy a színészi játék ilyen vagy olyan volt, akkor vagyunk jó úton. Mert hangsúlyozom, hogy minden filmet lehet egyformán szeretni, minden filmnek lehet esélyt adni, de az, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz film között, ez a kulcskérdés, és az igazság, hogy a fiataloknak ez különösen nehéz, mert nekik egybefolyik ez az egész mozgóképes világ, és ez a fő szempontunk, hogy valamilyen szinten ízlést alakítsunk ki, és hogyha ő rájön magától, hogy mondjuk az Elrabolva első része miért volt jó, de ellenben a második, harmadik epizód miért volt gyengébb, akkor hátradőlhetünk, hogy igen, elértünk valamit, és ennél többet nem kell, mert nem kell arra rávennünk, hogy ő meg akarja nézni mindenáron a Schindler listáját 16 évesen, hogyha majd idővel eljön arra is az idő, akkor meg aztán csodálatos munkát végeztünk. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, öröm volt téged hallgatni. Én köszönöm, szép napot a hallgatóknak. Kárpáti György kritikust, a Fipreszki Nemzetközi Filmkritikusi Szövetség főtitkár helyettesét hallották itt a Jazzy.